úgy látják nyugaton, vagy úgy akarják láthatni, inkább azt mondanám, mint egy ilyen veszteség a Fidesz számára. Nyilván ott nem túl népszerű Orbán Viktor és a magyar kormánynak a politikája, a liberális berkekben legalábbis. Löpen Le pártjának több képviselője lesz az Európai Parlamentben, mint Georgia meloni -nak. Ha ez a két frakció egyé válik, akkor felmerül a kérdés, hogy ki a valódi vezetője, akár formálisan frakciónak, akár az európai jobb jobboldalnak. És öm, a számok alapján nem Giorgia Manuni jön neki ebből jól. A nagy néppártok, ezek ugye nagyon sok népszerűséget vesztettek az utóbbi években, az elhibázott politikájuk miatt, és nagyon sok ilyen rendszerellenes párt jött létre, ami megakadályozta azt, hogy, valami, hogy egyedül ö, többségben tudjanak kormányozni, ö, de nem értem, hogy miért kell a baloldal felé kacsingatni, nyilván kényelmesebb a számukra. Viszont ezzel feláldozzák azokat az értékeket, amelyeket ők eredetileg valaha képviseltek. Hogyha nem fogadja vissza az AFD-t, akkor az AFD például a mi hazánkkal, vagy a bolgár ö, radikális jobboldali párttal, és esetleg az id nak a, a szélsőségesebb pártjaival közösen egy új jobboldali frakciót létrehoznak, az viszont löpent, és az, és az ID frakciót egyértelműen meggyengíti. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltek, köszöntöm Önöket a világrend adásában. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója. Az LP választást, két nappal ezelőtti LP választási eredményeket fogjuk értékelni. Ez egy keddi felvétel, szerdán tudják először látni, de valószínűleg egy nap alatt, ami az átfutási időben túl sok lényegi dolog várhatóan nem történik, úgyhogy tényekről tudunk beszélgetni két vendégemmel. Kalas Vivienne, az NK Európa Stratégia Kutatóintézet kutatójával. Vivienne, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. És Kottes Zoltán, a The European Konzervatív Brüsszeli Irodájának uh, újságírója, régi kollega, Magyar Nemzetnél dolgozott még egy évvel. Ez Zoli, köszönöm szépen, hogy itt vagy te is. Ö, első kérdésem az lenne, hogy a témánk az, hogy mennyire változtak az erőviszonyok az eredmények alapján Brüsszelben, illetve milyen politikai moz a szövetségkötési lehetőségek nyíltak meg az elmúlt két napban és várhatóan a következő hetekben a párt szövetségek, csoportok számára, benne a Fidesz számára. Ugye a Holdról most nem volt annyira jól látható, de volt egy Fidesz győzelem. Az első kérdésem mindkettőtök az az lenne, hogy mennyire látszott ez Brüsszelben, hogyan értékelték az első kommentek, főleg az Unióban, a brüsszeli központban a Fidesz eredményét. Kezdjem én úgy látom, hogy kicsit lesajnálóan beszéltek a, a Fidesz eredményéről Brüsszelben, illetve a nyugat-európai sajtóban, ami azt jelenti, hogy ugye mivel a Fidesz most nem 52, hanem 45 os eredményt ért el az öt évvel ezelőtti választási eredményhez képest, ezért nyilván lehet úgy is tekinteni ezt, hogy ez egy, ez egy, ez egy csökkenés. Nyilván 200 ezerrel több szavazatot is kapott emellett a Fidesz, mint 5 évvel ezelőtt. De ezt mégis úgy látják nyugaton, vagy úgy akarják láttatni, inkább azt mondanám, mint egy ilyen veszteség a Fidesz számára. Nyilván ott nem túl népszerű Orbán Viktor és a magyar kormánynak a politikája, a liberális berkekben legalábbis. Ezt, ezt így, így, így próbálták eladni. Nyilván mindenféle szempontból meg lehet ezt közelíteni, különböző módokon lehet ezt értékelni. Én úgy láttam, hogy főleg ez volt a, a, a mainstream vonal. Ö, ja, nagyjából ez az első, elsődleges. Készült egy összeállítás nyugati sajtóban az európai parlamenti választások győzteseiről, illetve veszteseiről, és hogyha megnézzük azt, hogy az egy, egyik és másik csoportban, akiket soroltak be a magyar részről, akkor a, a kormánypártokat a vesztesek közé sorolták. Ilyen, nem csak a, a százalékok miatt, hanem nyilván azért, mert kevesebb képviselőt tudnak kiküldeni az Európai Parlamentbe, még a győztesek oldalán pedig megjelent a Tiszapárt. Igen. Az az érdekes, hogy, hogy mind a két szempontból lehet a Fidesz eredményét értékelni, hiszen hogyha egy nyilván mindenki úgy kommunikálja az érdeke diktálja, a Fidesz úgy kommunikált, hogy két millió fölé kerekedett az ők rá, rájuk ráadott sok száma, ami rekordár az LP választások történetében. Az ellen Pólus pedig nyilván kritikusan azt jelzi meg, hogy 8%-os visszaesés, ahogy az Oli említette, és két mandátum vesz, és 13 helyett 11. De hogyha megnézzük a fél os eredményt, az a második a legjobb Európában, tehát a, a most a személyes véleményeteket kérném, eddig elmondtuk a többiek véleményét, hogy egy rövid reflexió, hogy ti hogyan láttátok 5 évvel, vagy, vagy akár 20 évvel ezelőtt képes a Fidesz teljesítményet. 20 évvel vannak LP választások Magyarországon. Hát ez egy nehéz kérdés, mert azt láthatjuk, hogy nyertek, és hogyha tényleg az európai ö, országokat megnézzük, hogy ott hogyan, hány százalékot kaptak a szavazatok, hány százalékát kapták az egyes, ugye főleg a győztes pártok, akkor a, a Fidesz-KDNP ezért messze kimagasnik. Öhm, viszont Szerintem az fontosabb majd az Európai Parlamentben való munka során, hogy nem a százalék százalékot nézzük, hanem hogy fizikailag hány képviselő van ott, és most, most kettővel kevesebb van, akárhogy is nézzük. Ugye 10 plusz 1 van most, hiszen egy KDMP-s, és azért választom külön, mert a KDMP képviselő eddig az Európai Néppárt tagja maradt, valószínűleg ugyanúgy oda fog beülni, még a Fidesz ö, képviselői eddig függetlenként dolgoztak, most majd meglátjuk, hogy maradnak-e, vagy új frakciót alakítanak, vagy választanak -e egyet a meglévők közül. De de én úgy gondolom, hogy ezért a Fidesz-KDMP nem lehet maradéktalanul elégedett a választási eredménnyel, mert azt számít igazán, hogy hány főt tud kiküldeni, és az most kevesebb. Igen, ebből a szempontból egyetértek a vwn Tehát az mindenképpen mindenképpen egy visszaesés, tehát 13-hoz képest most 11, az kevesebb, akárhogy is nézzük. Üh, viszont ha azt nézzük, hogy, és ezt erről Ormán Viktor miniszterelnök is beszélt, hogy a Fidesz gyakorlatilag most már, nem tudom, a 2009-es LP választások óta talán, vagy lehet, hogy már az előtte lévő önkormányzati választások óta is, minden választást nagyon simán megnyert. Tehát még a mostanit is mondhatjuk azt, hogy elég simán megnyerte és nem lehet, nem lehet mindig 50 55 százalékos eredményt elérni. Tehát a 45% is elég jó. Nyilván most itt van egy, egy nagyon komoly ellenzéki erő, ami korábban nem volt. Ez egy, ez egy újdonság, az emberek erre most vevők, legalábbis az ellenzéki szavazók, meg az is lehet, hogy egy-két vagy néhány százaléknyi Fidesz szavazó, volt Fidesz szavazó is. Ezeket a tényezőket mind bele kell venni, de összességében véve, és az, hogy, hogy, tényleg a, talán a Máltai Munkáspárt után a Fidesz az egyetlen, amelyik gyakorlatilag tarolt, és most már tényleg nem tudom, 15 éve tarol, azért ez mégis egy siker, és nem lehet mindig 55 kal nyerni. Igen. A, ugye az egyik ok, mind a ketten a Tisza párt, és a Fidesz kommunikáció nyilván azt mondja, hogy az ellenzéki térfelel rendezte át a sorokat, és ez tényleg így van, hisz ha megnézzük, hogy a, a jobbik kicsúszik, a Momentum szintén kicsúszott, a baloldal öt helyett kettő képviselőt delegálhat az Európai Parlament, hogy nyilvánvalóan ott történt egy nagy mozgás, de azért látjuk, és kíváncsi voltam, hogy itt mondottuk, mind a ketten leismertétek, hogy a Fidesz sorajba is okozott zavart. A kérdésem mind a kettőtökhöz az lenne, hogy azon kívül, hogy belpolitikai üzenete volt, nyilván egy anti vagy egy protestpártként lépett fel, és van egy újdonság ereje, Vele játszhatott a Tiszapárt sikerében az is, hogy egy alternatív Európa politikát mutatott fel. A részletét persze nem tudjuk, de azért tudjuk, hogy az EU pénzekhez és a jogállamisághoz nagyjából hogy akarnak hozzáállni, és hogy nem baloldalként, hanem jobboldali vagy nem is tudom miként, centrumpárként fogják magukat, de az LPP-be fognak csatlakozni, tehát nagyjából tudjuk, hogy hova fognak húzni, hogy ha bár ők nem így pozicionálták a kampányban magukat, hogy az LP választáson Európa politikáról beszélünk, de mi a véleményetek a vélhető Európa politikájukról, amit eddig megcsillantottak, vagy eddig beengedtek a lapok mögé látni? Sőt, egyébként kifejezetten sokszor elhangzott Magyar Péter részéről, hogy 2026-ról beszélni, és az akkori választási győzelméről legalábbis, ahogy ő fogalmazott, úgyhogy valóban nem a, az Európai Parlamenti választás volt a, a kampányának a fő témája. És ugyan igen, azt elmondta, hogy az Európai Néppárthoz szeretne majd csatlakozni. Én, én nem gondolom, hogy akik rá szavaztak most, a, az Európai Parlamenti Választáson ők amiatt szavaztak rá. Tehát, hogy, hogy egyáltalán foglalkoztak azzal, hogy ő mit szeretne az Európai Parlamentben képviselni most uniós szinten, milyen irányba menjen az unió, többségi döntéshozatal, egyhangú döntéshozatal. Nem hiszem, hogy ez meghatározó volt, hanem inkább egy, egy protest szavazat volt, mind a elsősorban igen az ellenzék, másodszorban nyilván a némiképpen a, a, kormánypártokkal szemben is, és, és én úgy gondolom, hogy ez volt az igazán meghatározó, és nem az, hogy ő mit mondott Európáról. Kicsit, kicsit módosítom akkor a kérdésemet, hogy pontosabb legyen, hogy ugye két volt a kampány, és eddig az Tisza párt megjelenéség még inkább két volt. Voltak ugye a Momentum féle politika, akik igazából a magyar korrupció, ö, oltár, tehát a magyar korrupció bírálatának az oltárán feláldozták akár az EU-s pénzek bejövetelét. Magyarországra. A Fidesz magyarázata szerint ezért buktatták meg a saját szavazóik a momentumot, hogy nem jó a magyar haza ellen vitészkedni Brüsszelben. A Fidesznek a logikája pedig az volt, hogy állandó háborúskodni kell Fidesz a, a Brüsszellel, a bürokratákkal, és lehet, hogy ez a két pólus nagyon sok embernek nem tetszett. Lehet, hogy elfárad sokan elfáradtak a állandó harcba, és lehet, hogy sok liberális szavazónak pedig nem tetszett a momentumnak a vonal. Ezért kérdezem még egyszer, hogy a, a Tisza pártnak ez a köztes harmadik utas EU politikája, hogy kiállunk a magyar érdekekért, de a pénzeket nem, azért addig nem megyünk el, hogy a pénzeket aggadályozhatjuk. Ez belejátszhatott néhány embernek a mentalitásába, hogy itt van egy harmadik erő. Elképzelhető. Igen, azzal egyet tudok érteni, hogy valószínűleg azért tudott sikeres lenni a Magyar, Magyar Péter és a Tisza párt, mert ez pont ezt a köztes politikát mutatja. Tehát nyilván nagyon, nagyon látszik, hogy mind a Fidesztől, mind az ellenzéktől meg akarja különböztetni magát és nekem kicsit Emmanuel Macronra emlékeztet, nem, nem úgy, mint nem tudom, nagy formátumú politikus, vagy ilyesmi, csak a, az üzenetekben. Tehát az, hogy a 2017-es. 2017-ben a, 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 Macron, civil, a, civil, szférába érkezve, persze nem onnan jöttek, de inkább van arra, arra, gondolok, hogy Macron úgy nyert 2017-ben, és úgy tudott viszonylag népszerű maradni. Most nyilván ez nem a mostani választásokra érvényesül ez a mondás, hogy mindig azt mondta, hogy ezt is megcsinálja, meg azt is. Tehát mind, mindig mindennek az ellenkezőjét is mondta, és akkor ezzel próbálta a baloldali szavazókra is hatni, meg a jobboldali szavazókra is hatni. Tehát azért, azért Macron az egy, egy ilyen nagyon ilyen érdekes figura, mert valóban nagyon sokszor baloldali programot mutat, ö, máskor meg mondjuk a migráció vagy szuverenitás kérdésében úgy tűnik, mintha egy kicsit, tehát ilyen anti-iszlám anti törvényekkel, meg ilyen ilyesmi úgy tűnik, mintha jobb oldali lenne, vagy konzervatív lenne, és szerintem egy kicsit a Magyar Péter is, mintha ezt a vonalat próbálná képviselni, és egy, egy, egyenlőre úgy tűnik sikeresen, mert mégiscsak 29-30%-ot szerzett a pártja, ahhoz képest ő nemrég alakult. Az, hogy pontosan mi az EU politikája, azt szerintem még egyáltalán nem látjuk. Tehát abból még semmi nem derült ki. Ez majd akkor fog kiderülni, amikor az a hét LP képviselő, akik a Tisza pár színeiben kerültek be, azok hogyan fognak szavazni? Ugyanezt megkérdezem tőletek a baloldal a Momentum kapcsán, hogy az nyilvánvaló azt mindannyian látjuk, hogy, hogy az ellenzéknek az alkalmatlansága, vagy amit az elmúlt tíz évben vagy 14 évben performanceban mutattak, az tényleg a saját szavazói bázusoknak egy elégtelen bizonyítványnak tűnik. De belejátszott-e ez a leszavazásuk az, amit most az Oli mondott, hogy még nem tudjuk a Tisza pártnál, de ott viszont öt év alatt már tudjuk a Momentumnál és az elmúlt öt évben a DK-nál, az MSP egy képviselőjén, hogy mit csináltak Brüsszelben. Az ő kudarcukba belejátszik az, hogy mondjuk az Európa Egyesült Államok koncepció az nem annyira fekszik akár még a baloldali szavazóknak se, pedig ez a központ üzenet a DK-nál, vagy a Momentumnál ez a, ez a kicsit arrogáns, nagyszájú, mi mondjuk meg, hogy a passzát szél honnan fúj, és megváltoztatjuk Európát mini pártként, ez sem nagyon jött be, még liberális oldalon se belejátszik, tehát amit Brüsszelben csináltak? Úgy gondolom, hogy igen, itt nagyon összetett választ próbálok adni. Egyrészt a Momentum részéről mindenképp azt, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tényező volt abban, hogy nem szavaztak elegen rá, hogy az elmúlt öt évben nagyon radikálisan kiálltak. Hát ha nem is Magyarországgal szemben, de azért azért egyetértettek azzal, hogy ne kapjunk uniós forrásokat, és akkor a jogállamiság, mint mint közös európai eszme védelmében kiálltak, és ez én biztosan hogy benne nagyon sok embert visszatartott attól, hogy őket válasszák. Ha egyben kezeljük az ellenzéki oldalt, akkor valóban azt láthatjuk, hogy a, a választópolgárok, akik nem a jelenlegi kormánypártokat támogatják, azok alapvetően egyébként elégedetlenek a, a meglévő ellenzékkel, úgy gondoljunk vissza Márkizai Péterre, ő is egy ilyen olyan, olyan személyként került be a, a magyar köztudatba, mint a, amelyik esetleg, vagy aki esetleg képes lehet leváltani az ellenzéket. De egyébként a Momentum ugyanígy kezdte. Tehát én úgy gondolom, hogy a Momentumban is megvolt az a remény, hogy majd ők remáltják az ellenzéket. Lehet Csak, más a politika, tehát van, igen, igen Nagyon sok ilyen kezdeményezést látunk, és azt láthatjuk egyébként, hogy nagyon nagy támogatottságot élveztek az első időszakban. Csak azután én szerintem a választók belátták, hogy ők valójában nem fogják leváltani az ellenzéket, nem tudják, nem akarják, és most a Tisza pártban pedig most, most, még egyenlőre úgy látták, amikor eljött a választás pillanata, és ezért tudott ő egyébként a Tisza párt a korábbi momentumhoz képest is, például a 19-es EP választási eredményekhez képest kimagasló eredményt elérni. Mm és a, visszatérve a DK szövetségére, hogy az ő Európa politikájuk, Európa képük mennyire játszhatott bele a, a vereségükbe, én úgy gondolom, hogy részben igen, hiszen azért ijesztő lehet egy magyar választónak, főnek hogyha ha nem is szakértője a témának, hanem csak úgy hallgatja a vitákat, párbeszédeket arról, és azt mondja, hogy Európai Egyesült Államok, akkor megijedhet, hogy az valójában mi, mi lesz Magyarországgal, hova tűnik a magyar nemzeti érdek, és akkor jött egy új erő, aki még csak nem is a kormánypárt, nemink azzal nem szimpatizál, és akkor ezért szavazott egy, egy harmadik pártra. Nagyjából egyetértek. Hát, igazság szerint egy párt, ak akinek semmilyen módon, akiben semmilyen módon fel sem merül az, hogy egy fikarcit legalább képviselni kellene a nemzeti érdekeket. Mondjuk most nyilván most gondolhatnánk itt a Momentumra, de akár a demokratikus koalícióra is, azok csak egy bizonyos réteget fognak elérni ezzel az Európai Egyesült Államoknak a gondolatával. Van egy választói csoport, akiknek ez lehet, hogy ez szimpatikus, hogy mindent feláldozunk az EU-nak, vannak ilyen pártok Európában, és lehet is bizonyos sikereket elérni ezzel a szöveggel, de összességében véve nagyon nagy sikert nem fognak elérni. Köszönöm a válaszotokat és akkor ö, még egy kampányértékelést kérnék, és utána megbeszéljük, hogy az európai erőviszonyok hogyan módosulhatnak a következő öt évben. A háború tematikája volt a Fidesz narratívája a kampányban, az egyértelmű volt, háború vagy béke. A kérdésem az, hogy, hogy a másik 26 tagállamban ez ilyen hangsúlyos volt, és főleg Zolit kérdezem, viszont te Brüsszelbe tartózkodtál az elmúlt egy évben hogy tapasztaltad, hogy ugyanez a téma mozgatta meg a szavazókat, vagy ott egy kicsit mások voltak a hangsúlyok más országokban? Azt hiszem, hogy ez a háború kérdés, ez leginkább a Oroszország közelében fekvő országokban fontos téma. Gondolok a balti államokra, Lengyelországra, esetleg Romániára, ezekre a kelet, közép-kelet-európai országokra. De még Lengyelországban se feltétlenül ez volt a legfontosabb téma. Szerintem ugye két évvel ezelőtt, ugye, amikor nagy sokként érte egész Európát ez a kérdés, akkor nagyon sok mindenki beszélt erről, különböző kampányokban is szó volt róla. Szerintem most már annyira nem. Sokkal inkább beszélgetek nyilván mindenféle nációból jött emberrel, és nekem sokkal inkább az, az érzésem, hogy a Nyilván egyrészt az otthoni problémák, tehát gazdasági kérdések szerepelnek mindig a, elsősorban a legfontosabb témák között, és minden olyan kérdés, ami az ő életüket befolyásolja. Tehát mm. ugye nagyon sokan beszélgettek mostanában a Green Deal-ről, tehát az Európai Uniónak a, a zöld programjáról, ami gyakorlatilag, aminek a lényege az, hogy csökkenteni kell valahogy a szén-dioxid kibocsátást, és ennek az oltárán mindent fel kell áldozni. Többek között be, be kell, vagy be akarnak vezetni egy olyan, olyan törvénykezést, ami ugye gyakorlatilag a, a benzín működésű, meg dízelműködésű autókat be fogják tiltani egy idő után. Ugye ott vannak ugye a gazdák, akik ugye tiltakoztak az elmúlt hónapokban, azért az ő kálváriájuk is szerintem hatott az emberekre, ez is a zöld kérdéshez tartozik, mert ők is amiatt panaszkodnak, hogy olyan szabályozásokat, olyan törvénykezéseket hoznak az Európai Unióban, ami károsítja az ő tevékenységüket. És ezt láttuk, hogy azért föllázadtak rendesen a gazdák a különböző országokban. Ugye ott Brüsszelben is heti szinten jelentek meg a traktorok az, a, az irodánk előtt, tehát hogy közelből láttuk, meg ott égtek a. Nem tudom, égett a szalma, meg ott a, a gumik égtek, meg minden szóval ott könyvgázzal való összecsapás volt a rendőrséggel. Úgyhogy ezek a kérdések az igazán fontosak. Nem tudom, hogy az emberek fejében mennyire van benne az, hogy ott, hogy ott van egy háború itt a szomszédságban. Szerintem már nem tartják annyira érdekes témának, mint korábban, de ez nyilván változhat, hogyha a háború fokozódik. Ugye a hármas fidesznél a, a háború mellett nyilván a gender, és a, ö, nem is tudom, ott a migráció volt. Ugye volt a migrációs paktum, azon az idő egy kicsit túlépett, hát a gender az egy állandó. Témát, a migrációs állandó téma. Helyesen tette a Fidesz? Ennek ellenére, amit az Zoli mond, hogy, hogy más tagországban más a, a milliója, az emberek félelmei mások. Helyes volt, hogy Magyarországon ezt a két millió stabil Fidesz szavazót ezzel a narratívával, ezzel a tematizációval próbálta a Fidesz megszólítani? Mozgósító ereje volt ennek? Hát de ahogy láttuk a, a, azokat az adatokat, hogy hányan szavaztak a Fideszre, akkor azt mindenképp mondhatjuk, hogy ez egy jó ötlet jó volt, ez a kampány téma. Amit látunk az elmúlt években, hogy egy ilyen, mindig van valamilyen válság, válságkommunikáció, valami fenyegetés, és ez egy olyan, a háború elsősorban, és részben persze a migráció is egy olyan kézzelfogható fenyegetésnek tűnhet az embereknek, ami, amitől valósan félnek, és akkor a biztonságot nyújtó, vagy azt ígérő pártot támogatják. Üm, én úgy gondolom, itt lehetett volna a kampányban, mert ez a hármas jelszó volt, de ez, ezek közül elsősorban a háborúról beszélt a magyar kormánypárt, lehetett volna mindháromról beszélni, nyilván a gender nem önmagában, hanem úgy általában még az európai értékek, keresztény értékek ehhez kapcsolódó, ez részben összefügg persze ugye a migrációval, tehát lehetett volna mindenről beszélni, ők egyet választottak, én úgy gondolom, hogy, hogy, jól döntött, mert azt láttuk, hogy sokan szavaztak rá, úgyhogy nem, persze nem tudni, hogy ha mást választ, akkor mi lett volna, de ez egy nem volt rossz választás ez a kampány Világos. Akkor nézzük meg, amit ígértem a beszélgetésünk elején, hogy mi lett az eredmény, és azt látom, nem tudom, egyetértetek -e, hogy amilyen felméréseket én a, a választás előtti hónapokban láttam, főleg politikon néztem, de más felméréseket is folyamatosan követtem, Elég, elég szépen megjósolták. Tehát, tehát nagyjából azok az eredmények jöttek ki, amit már tudhattunk néhány hónappal ezelőtt is, hogy nem lesz földcsúszásszerű jobboldali, de lesz egy jobb tolódása az eredményeknek. Ha most megnézzük a, a hét nagy frakcióból, mondjuk hatot vennék, mert a baloldal talán az annyira jelentéktelen a, a, a kommunista pártok és a, a szövetségeseik, hogy ott, ott Alig rúgnak labdába a tematizációban az Európai Parlamentben, de van hat frakció. Ott nagyon érdekes módon három oldali orientáció pártcsoport van, az EPP-t is, a Európai Néppártot is ideveszem, a, konzervatívak a konzervatívok, és az ID, az identitás a demokrácia, mind a három növelni tudta különböző fokban, mindjárt megbeszéljük a támogatottságot, és van a három liberális baloldali, illetve a liberális baloldali és a zöld a frakció, mind a három vesztett a támogatottság, a liberálisok, a zöldek eléggé. De a szocik is, kevés, kisebb mértékben. Mik az okok? Mert nem volt fölcsúszámlásszerű változás, de ez az adat, amit most elmondtam, az azt jelzi, hogy itt volt egy kisebb tektonikai mozgás. Mi az oka? Szerintem az volt a, az, az volt a hibás gondolat, hogy itt lesz fölcsúszámlásszerű változás. Üh, inkább ez, ez ez a logikus, hogy egy kicsit változott csak. Tehát, és ugye arra kell gondolni mindig, hogy milyen pártok alkotják ezeket a frakciókat. Tehát azért nagyon sok színűek, még a frakciók maguk is. Oké, okay, hogy szociáldemokratákról beszélünk, de mondjuk például van a szociáldemokratáknál vannak dán szociáldemokraták, akik a kormányt vezetik Dániában, akik mondjuk az egyik legkeményebb migrációellenes intézkedéseket hozták Európában. Tehát mondjuk lehet, hogy egy választó számára ez a szimpatikus, és akkor nyilván akkor szavaz a dán szociáldemokratára, de az nem, az nem biztos, hogy elmond valamit arról, hogy milyenek a szociáldemokraták az Európai Parlamentben és ezt nagyon sok, az európai néppárt az aztán nagyon sok sokszínű, aztán pláne. Tehát ezt figyelembe kell venni itt mindig a nemzeti e, helyzetet, hogy ott milyen pártok kormányoznak, kik vannak ellenzékben, és mennyire vannak megelégedve azzal a kormányal a, a szavazók, és így, így adódnak össze. Összességében véve nyilván elmondhatjuk azt, hogy volt egy jobboldali e, el, e, eltolódás, ahogy te is említetted, az Európai Néppárt erősödött, és ezek a kisebb jobboldali frakciók is tudtak erősödni, és ez ahhoz vezethető vissza, egyrészt, amit mondtam, a Green Deal szerintem az egyik oka, tehát ezek a rendszerellenes pártok azok jobban tudnak szerepelni, és ugye akik ezekben a jobboldali frakciókban helyet foglalnak, azok általában nincsenek benne kormányokban, vagy legalábbis a nagyobb országok, mondjuk George melón ez egy kivétel, és a másik pedig a migráció nyilván, mert akárhogy is látja az Európai Unió, hogy itt már nincs migrációs válság, és nyilván nem 2005-öt éljük, de azért 2016-ot, már nem, most tehát nem 2015-öt éljük, de 2016-ot éljük, mert körülbelül ugyanolyan számok, ugyanolyan számokban jönnek most is az illegális migrációk Európában, mint akkor. Tehát ez egy továbbra is egy komoly probléma, és az emberek érzik a bőrükön ezt a, ezeket a problémákat. Én ezzel csak egyetérteni tudok, ha elsősorban nemzeti szinten kell keresni azokokat, hogy melyik párt öm, hogyan teljesített, például mondjuk a németeket, franciákat, ott a kormánypártok vereséget szenvedtek. Annak Tehát be... az a belpolitikai performanceuk be... alapján szavaztak van, ellenük esetleg. A Igen, és de hát ugye a választási eredmények alapján kerülnek be az Európai Parlamentbe, tehát így kölcsön, kölcsönhatásban vannak egymással. Öm, amit hozzátennék, hogy mondjuk a zöldek frakciója, akár Németországban, vagy, vagy máshol, nyilván itt is a tagpártokat kell nézni, ez a téma 2019-ben nagyon új volt, és jó volt, és, és különösen a fiatalok ezt, ezzel támogatták, egyetértették. Most ez lecsengőben van kevésbé hangsúlyos, leginkább szerintem amiatt, mert elkezdték a gyakorlatba átültetni. És akkor mindig kicsit másképp lehet beszélni is kell, és lehet arról beszélni, hogy milyen hátulütői vannak a, a, azoknak a politikai intézkedéseknek, amelyeket ennek a céljából hoztak. Amit még mondanék, és magyarázza, ha nem is olyan mértékben, de a radikális jobboldali pártok megerősödésért, mert azért azt láthatjuk, hogy a, ha a nemzeti eredményeket nézzük, azért jelentősen egyes nemzeteken belül tudott több ilyen radikális jobboldali párt, osztrák szabadságpárt, AFD, Németországban, a holland szabadságpárt, Gert Wilders vezette, 2019-ben nem is kerültek be az Európai Parlamentbe. Vagy említhetném a Lengyel Konfederációt, aki szintén új erőként lehet ott, és nem egy-két képviselővel a következő ciklusban, hogy nem, csak a, nem, vagy nem feltétlenül csak a nemzeti politikai elittel, illetve gyakorlattal szemben szavaztak, hanem én úgy érzem, hogy egy kicsit az európai politikai elit és az európai politikai gyakorlattal szemben, tehát valamilyen fajta változást szeretnének, és éppen ezért lesz majd ezeknek a pártoknak, vagy bocsánat, pár családoknak, frakcióknak jelentőségük a következő 5 évben, mert ők ezt képviselik, ezt mutatják, hogy a választók változtatni szeretnének. Ha már említettél egy-két pártot, akkor itt megragadnám a lehetőséget, hogy például az AFD-nek a, a, meglepetésszerű jó teljesítménye a választáson. Az minek köszönhető, hiszen pont a, voksolás előtti hetekben voltak nagy botrányaik, és európai szintére nagyon nehéz helyzetbe kerültek, hiszen az ID ö, kizárta az AFD-t, főleg a, vezető, a lista vezetők, ö, körüli botrányok miatt. Ennek ellenére a német szavazók úgy látszik azzal a logikával, hogy a német belpolitika alapján és nem az európai politika alapján voksoltak, megerősítették őket, az üvegplafonon egy kicsit följebb csúsztak. Ez a magyarázat, vagy egyéb okai vannak ennek. A... Kicsit árnyolnám a képet, mert 16%-ot kapott az AFD, Ami valóban jobb eredmény, mint 5 évvel ezelőtt volt, akkor 11%-ot kaptak. De azért volt egy fél évvel ezelőtt talán 23%-on is állt az AFD. A a felmérések. Az ottani felmérések szerint. Nagyon népszerűek voltak, és ugye mindenki évekkel ezelőtt már le lesajnálták az AFD-t, azt mondták, hogy a 15-16 százalékos plafont el fog érni, és annál, annál följebb nem fog menni. Mert hogy, mert hogy a német választók úgy, úgymond nem elég szélsőségesek ahhoz, hogy, hogy elmenjenek az AFD irányába, ami egy, egy, egy egyébként, és be is bizonyították, hogy 23 ra is föl tudták tornázni magukat, mert annyira siralmas volt a gazdasági helyzet Németországban, annyira elégedetlenek voltak a, az emberek a balliberális kormányon, és tulajdonképpen valamilyen szinten a, Angela Merkel féle cdu is, ami már nyilván nem az Angela Merkelé, de ott van mögötte 16 év, amikor ő volt a kancellár, és az AFD-ben láttak egy ilyen, egy ilyen uh, megváltási lehetőséget, és pont a botrányok miatt volt az szerintem, hogy 16 ra mentek le újra. Tehát azt mondod, hogy nem mentek volna a botrányok, akkor, akkor a 20 os eredmény sem volt lehetetlen? Én, én úgy, úgy gondolom, hogy elképzelhető. Viszont ott van egy másik új párt, a, ez a Bündnis zára Wagenknecht, a, a, amely a radikális baloldali pártból ö, vált ki, és tulajdonképpen valamilyen szinten ők, ők vették át a, az AfD-nek azt a 6-7%-át, mert ugye ők azt hiszem, hogy pont 6 vagy 7%-ot kaptak most, és akár és hi, hiába a baloldali párt, azért nagyon sok mindenben hasonlít az AfD-hez, tehát a migrációhoz, Ukrajnához és más témákhoz ö, való viszonyulásában. Köszönöm szépen, hogy megbeszéltük ezt. Még a nemzeti tömörülésre reagáljunk talán. Ugye az, az, egy nagy siker még Franciaországban, ami ugye a francia belpolitikában nem váratlan módon kiváltott egy elnöki döntést az előrehozott választások kiírására vonatkozóan, hogy ott Franciaországban is áttörik egy gát, ezek szerint, tehát ott, ott, ott is van egy ilyen bűvös határa, az örök második Marine Le Pen, most egy óriási futásban van éppen, csak az a kérdésem, hogy ő az elnökválasztásokon ugye mindig összefognak a második fordulóban ellene, hogy lehet egy olyan gáttörés, esetleg most az előrehozott választásokon és a francia közhangulat változásában, ezek szerint a szonda alapján ez, ez, ez történik, hogy az elnökválasztáson is be tudja majd húzni. Elméletileg szerintem lehetséges. Most ugye nem, nemzetgyűlési választások lesznek majd június végén. Úgy gondolom, hogy ez a lendülete, ami most megvan, van odáig, főleg, hogy azt szokták mondani, hogy a választás után a úgynevezett győzteshez húzás jelensége, amikor a győztes párt még erősebbé válik, ez ki fog tartani június végéig. Az, hogy azt követően öm, hogyan alakul a francia belpolitika, hogyan fog a nemzeti tömörülés, hogyha ha mondjuk miniszterelnököt adnak majd. Hogyan, hogyan intézi a, a belügyeket, hogyan milyen politikai gyakorlat lesz, és mi minden történik addig akár európai szinten hogyan tud bekapcsolódni a, a legfontosabb döntéshozatalokban löpen, Ugye elkezdtem éppen az elnökválasztások miatt középre pozícionálni magát részben ezért is határolódott el egyből az AFD-től, és a, hát nagy részben az ő kezdeményezésre zárták ki. Öhm, Szóval ez majd mind, mind eldönti, hogy az elnök választáson tud-e nyerni, vagy lehet-e reális esélye. Én a mostani folyamatok alapján úgy gondolom, hogy igen tehát akár kitarthat ez a lendület, főleg, hogyha folytatja ezt a középre tolódást, és igyekszik minél több választót megszólítani, és akár majd a, a, meglátjuk a következő hónapokban, vagy egy-két évben, hogy Giorgia Melonival hogyan, miként működik együtt az Európai Parlamentben, és milyen miként? eredményeket... Miként? Bocsánat, hogy ez, ez, ez nagyon nagy kérdés, hogy ugye van két nagy győztes, a Meloni párt is jól szerepelt, azt hiszem, az összes szavazat egy-negyedét a nemzeti tömülés majdnem az egyharmadát. Ezek óriási eredmények, sokkal jobb eredmények az AFD Németországban, de az sem rossz ezek szerint, hogy Lehetséges az, amit most olvastam az elmúlt 24 órában, hogy Maximilian Krát eltávolítottak az AFD éléről, pont azért, hogy a botrányoktól eltolják maguktól ezeket az ügyeket, az, hogy az AFD vissza tudja kérni magát az AFD-be, tehát valószínűsítétek, hogy vissza fogják ezt a pártot venni, hogyha igen, akkor a Löpen féle társaság, aki konfrontált az AFD-vel, megbékül velük, és hogy igen, akkor az AID megerősödik, és hogyha megerősödik, akkor az ICR-ral, a másik frakcióval is összeborulhat. Tehát ezek a folyamatok hogyan hatnak egymásra a következő hónapokban? Vajon? Azzal kezdve, hogy visszakerülhet az AFD az AID-ba, elsősorban úgy gondolom, hogy Löpen tehát sikerül -e meggyőzni a mostani logikáját követve, hogy ő mérséklődni próbál, legalábbis mérsékeltebb képet próbál magáról kialakítani, akkor én úgy gondolom, hogy azt fogja feltételül szabni az AFD-nek, hogy ők is belesimulnak ebbe. Tehát nem lesznek túl radikálisok. Ugyanakkor ott van az a veszély is, hogy ha nem fogadja vissza az AFD-t, akkor az AFD például a Mi Hazánkkal, vagy a bolgár radikális jobboldali párttal, és esetleg az ID-nak a, a szélsőségesebb pártjaival közösen egy új jobboldali frakciót létrehoznak, az viszont löpent, és az ő és az ID frakciót egyértelműen meggyengíti, tehát ez sem érdekes, majd fel kell mérni, hogy melyiknek mekkora az esélye, és melyikből hol mennyi tud nyerni, illetve veszíteni. Ugye ezen a ponton kapcsolódik be egy magyar párt a mi hazánk, hiszen az volt a nagy, torockaiéknak az volt a nagy reménye, és ezt meg is fogalmazta a kampányban, hogy az afd vel a kizárt afd vel társulva egy harmadik radikális, nemzeti radikális csoport is létrejöhet. Akkor ez vicceg ezek szerint ez a nagy projekt. Én úgy gondolom, hogy igen, főleg, hogyha az FDP visszakerül az ID-ba, hiszen akkor hét országból kell legalább 25 képviselőnek összegyűlni és egyetérteni, hogy új frakciót hozhassanak létre, akkor a mi hazánknak még hat, országgal kell, hat országból kell saját magához hasonló pártot találni. De mondom azért, itt, itt a ott van a veszély, hogy az ID ketté szakad, ezt fel kell mérnie hogy mit kezd az újonnan bekerülő radikális jobboldali pártokkal. És arra a kérdésre visszatérve, hogy, az európai konzervatívok és reformerek, illetve az ID között milyen együttműködés képzelhető el. Egyrészt Georgia Meloni is kizárta most a teljes egybeolvadást, és én is azt mondom, hogy, nem, hogy a következő időszakban, tehát rövid távon ez nem fog bekövetkezni. Egyrészt azért, mert nagyon fontos szakpolitikai vagy politikai ellentétek vannak gondoljunk Oroszországgal, az Oroszországgal való viszonyra, Ukrajna támogatásának megítélésére. Ezért Georgia Meloni az Európai Unióval kapcsolatban is mérsékeltebb álláspontot képvisel, mérsékeltebb hangot üt meg. Ez az egyik oka, ami miatt szerintem nem fognak egybeolvadni. A másik oka, is, az talán fontosabb és meghatározóbb, azok a személyes érdekek, személyes hatalmi érdekek, hiszen ha megnézzük, akkor Löpen pártjának több képviselője lesz az Európai Parlamentben, mint Georgia meloni -nak. Ha ez a két frakció egyé válik, akkor felmerül a kérdés, hogy ki a valódi vezetője, akár formálisan frakciónak, akár az európai jobb oldalnak. És a számok alapján nem Georgia Meloni jön neki ebből jól. Tehát ez a másik ok, ami miatt ő azt mondta, és mondhatja azt a következő időszakban is, hogy nem akar teljesen egybefonódást. És végül még egy harmadikat említenék, az pedig az, hogy Kettejük közül Giorgia Meloni az, aki uniós, uniós szinten a tagországok körében is jobban elfogadott, jobban megérti magát az európai vezetőkkel. Ugye hallottuk, Fonderleyen nyitott a vele való, illetve hát a frakcióval való együttműködésre, és elrévén egyrésztről befo komoly befolyásra tehet szert az Unióban Giorgia Meloni. Ugye lássuk, meg, hogy a franciák és németek meggyengültek, tehát ez még Pluszban segíti őt másrésztről, hogyha egybeolvadnak a két radikális jobboldali frakció, akkor Meloni elveszi, és hogyha ő marad ennek a jobboldali egységnek a vezetője, akkor is elveszítheti a, ezt a pozitív képet, az egy, jó együttműködést, ami most megvan a többi tagországgal, hiszen a a más uniós országok vezetői az ID-val való együttműködést nagyon határozottan kizárták. Úgyhogy én ezeket mondanám, hogy ezek miatt nem lesz teljes egybeolvadás. Köszönöm szépen, Zoli, várnám a te reakciódat. Ugye azt fűzném még hozzá, Vivian mondókájához, hogy azért van egy óriási vonzása annak, hogy mégis legyen, ha nem most, de mondjuk egy nagy munkálkodás után, mondjuk fél év, egy év múlva egy egyesülés, hogyha egyesülnék, akkor ők lennének a második legerősebb frakció az LP-ben. Óriási tekintét és egyéb hozadéka lenne ennek. Nyilván az ellentétek egyelőre ezt megakadályozzák. Várom a válaszodat mi? Igen, ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye nem emlékezhetünk arra, hogy még egy pár évvel ezelőtt azért voltak már ilyen informális találkozók. Orbán Viktor, Marine Le Pen lehet, hogy Meloni pont nem volt ott, nem tudom, Salvini ott volt, Moraviecki, tehát a különböző csoportosulásoknak a pártjai azért találkoztak, egyeztettek. Van egy igény, nyilván van egy igény arra, hogy legyen egy közös valami. És én ezért mondom, ezért gondolom azt, hogy itt nagyon sok magán Georgia Meloni, tehát ezzel egy teljesen egyet tudok érteni, és pont azért, mert én úgy látom az eddigi ténykedése alapján, hogy ő azért igyekszik e, konformálódni, vagy úgy, úgy, igyekszik megfelelni úgy valamilyen szinten. Nyilván ez abból a helyzetből is adódik, hogy mégis mégiscsak az Európa egyik legnagyobb gazdaságának a vezetője, és Olaszország azért azt tudjuk, hogy a gazdasági helyzete az nem szokott a legkiválóbb lenni, ugye magas adóssággal és, és ilyenekkel, és e, ez kényes szituációba hozza a mindenkori miniszterelnököt, Nyilván Melóni szeretne jobban lenni az EU-val, szeretne EU-s pénzeket kapni, nem akar jogállamisági eljárásokat a nyakába kapni, nem akar ö, nagyon konfrontálni a migráció kérdésében is, ahogy látom, mert ezért mégiscsak még a olasz választások előtt azért Meloni az körülbelül úgy volt leírva a nyugati sajtóban, mint egy volt, egy egykori fasiszta. Tehát, a, tehát még a Szávinihez képest is egy jóval valaki valakiként volt ábrázolva. Ehhez képest most úgy van előadva Meloni, mint egy ilyen elfogadható konzervatív alak, akivel Ursula von der Leyen is szóba van, aki, aki Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is szóba van, tehát kipipálja azokat a pontokat, amik fontosak az Európai Uniónak. És az a nagy kérdés, hogy mit akar Meloni, mert hogyha ő továbbra is szeretne ezen vonalon maradni, akkor egyértelmű, hogy nem lesz egyesülés a Marine Le Pen féle ID csoporttal, és akkor inkább az Ursula von der európai néppárt akar, akar, közösködni. De viszont ha, ha tényleg beváltja azokat a, az ígéreteket, amik arról szóltak, hogy szuverén Olaszország, meg nemzeti ügyek mentén való politizálás, gender ideológia ellenesség, migráció ellenesség, akkor viszont van esély arra, hogy, hogy a közeljövőben összefogjanak ezek a jobboldali pártok. Köszönöm, hogy ezeket elmondtátok, és két ö, csapatot szeretnénk megbeszélni. Az egyik a, az Európai Néppárt, a régi konzervatív vagy jobboldali frakció, ami most már centristaként írható le leginkább, és ö, zárnánk a liberális ö, jövővel, hogy van egy jövője, milyen jövője van a liberális eszmerendszernek a az Európai Parlamentben. Ott van, csak hogy milyen és mekkora mennyiségű képviselő tudja ezt majd képviselni. Tehát az IPP, ugye Zoli is említette, hogy itt van egy hajlandóság az ICR és az IPP közötti együttműködésre, Vivian is utalt rá. Én úgy látom, hogy azzal, hogy megerősödött a néppárt, egy nagyon kényelmes a évig érkezik számukra, hiszen ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy ez a lenemírde szóbeli szóbali egyesség, hogy a három centrista, nevezzük így, három centrista pártszövetség működésével, a narratívákat, a tematikákat meg tudják határozni, a néppárt, a szocdemek és a Renew a liberális szövetség, de az IPP-nek ezzel a jobboldali el előretörése van egy B-terves lehetősége is, kérem, hogy reagáljatok erre, és ezért teszi kényelmesé az ő életüket ez az új felállás, mert hogyha a liberálisokkal és a szozdemekkel valamiben nem értenek egyet, akkor a Melóniékhoz, az ICR-hoz, adott esetben az ID-vel is majd egy hármas összeműködésben egy b szerűen át tudnak majd vinni az LP-ben bizonyos ötleteket, törvényjavaslatokat, direktívákat, stb. Tehát itt Manfred Weberék egy nagyon kényelmes helyzetbe kerültek magyarán. Igen, de szerintem ugyanilyen könnyen tudnak veszélyes helyzetbe is kerülni, főleg, hogyha mindkét oldal felé játszanak, egyes szakpolitikákban bizonyos. Hogy mind a két oldal blokkolja őket, és egyedül maradnak erre? A nem? vége akár az is lehet, hogyha bizonyos elkezdik azt a gyakorlatot folytatni, hogy alapvetően mondjuk az eddig megszokott formáció működik együtt, szocialisták és demokraták plusz a liberálisok, de hogyha van olyan terület szakpolitika, amivel kapcsolatban a néppárt többsége, mert itt azért ugye nem beszélhetünk szerintem homogén néppártról, nincsen frakció korábban is látunk már, hogy szétszavaznak, és úgy gondolom, és hogyha olvasuk a nyilatkozatokat, akkor azért abban sem egységesek, hogy Melónival együtt lehet -e működni, együtt kell -e működni. De hogyha ha vannak, előkerülnek bizonyos ügyek, amelyekkel kapcsolatban nem tudnak mondjuk egyezésre jutni a, a bal közép frakcióval, illetve a liberálisokkal, és akkor Melóniékhoz fordulnak. Én az ID-t egy picit itt kizárnám, mert most nagyon elutasítóak, persze nem tudni, mi lesz fél egy vagy két év múlva, akkor előállhat az a szituáció, hogy, hogy az azutáni ügyben, következő esetben Azért nem fogják baloldalról, illetve liberális oldalról megkapni a támogatást, mert ez a két frakció most nagyon-nagyon az ellen van, hogy a néppárt bármilyen módon együttműködjön, vagy akár Fanderleyen bármilyen módon számítson az európai konzervatívok és reformerekre. És a néppárt könnyen nehéz helyzetben találhatja magát, hogyha egy olyan ügyet kap, vagy olyan ügyjel találja magát szembe, amit sem a jobb oldal, sem pedig politikai okok miatt a másik oldal nem fog támogatni, és egyedül meg nem tud mit csinálni. Szóval, nagyon kényelmes helyzetben van most, de ugyanilyen könnyen, ha nem választ egyértelműen irányvonalat, akkor ugyanilyen könnyen veszélyes helyzetben találhatja magát. Hát mit, tud, mit, mit tudnék ehhez hozzátenni? Hát nekem egy rejtély az Európai Néppárt, mert ott, ott nem tudom, most, most már 190 képviselőjük lesz talán, vagy nem Ezt is tudom, mennyi. 183 183 igen. Nem tudom már, szóval tényleg ez egy olyan, egy ilyen egy ilyen színkavalkád gyakorlatilag, van ott mindenki, tehát tényleg ilyen ultraliberálisoktól, és ott is vannak rendes konzervatív pártok, tehát, <gül> <gül> tehát <gül> hogy, <gül> hogy, hogy, hogy nagyon érdekes tákolmány az Európai Néppárt, és nem, 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 nem tudom megérteni, mi az irányvonalak, hogy őszinte legyek, és emiatt is van az, hogy, hogy, és nem csodálkozom azon, hogy ők azért az elmúlt években, évtizedekben a szociáldemokratákkal és a liberálisokkal és akár még a zöldekkel működtek inkább együtt, mint a jobboldali ö, frakciókkal. Ugye ez látszik nemzeti szinten is, azért Ausztriában, Németországban, Hollandiában, nem tudom, tehát nagyon sok országot tudnék felsorolni, ahol a, a, a hagyományos, konzervatív jobboldal, az gyakorlatilag a baloldalal működik együtt. És én megértem azt, hogy van egy kényszerűség, mert ezek a, a nagy néppártok, ezek ugye nagyon sok népszerűséget vesztettek az utóbbi években, az elhibázott politikájuk miatt, és nagyon sok ilyen rendszerellenes párt jött létre, ami megakadályozta az, hogy, valami, hogy egyedül többségben tudjanak kormányozni, de nem értem, hogy miért kell a baloldal felé kacsingatni, nyilván kényelmesebb a számukra, viszont ezzel feláldozzák azokat az értékeket, amelyeket ők eredetileg valaha képviseltek, és ezért van az, hogy például ezek a másik tőlük jobbra álló frakciók, ezek úgy erősödgetnek, de hát nyilván az Európai Néppárt is megerősödött valamilyen oknál fogva, és még megint ahhoz kell visszatérnem, hogy a nemzeti választások és a nemzeti helyzet az, ami meghatározza, hogy, hogy egyes kormányok hogyan teljesítenek, az egyes ellenzéki pártok hogyan teljesítenek, és az, hogy most ők éppen melyik európai párban foglalnak helyet, az igazából mellékes, és a, a nemzeti válaszokat annyira nem érdekli. Igen. Az utolsó témánk, a liberálisokat viszont van egy nagyon szoros összefüggés. A Rinyúnak a gyengülése, és a francia Macron mögötti kormánypártnak a gyengülése között, hiszen az a törzs, illetve van egy spanyol párt, ami eltűnt, és az is egy halálos sebnek bizonyul a liberálisok performance teljesítményén. De, és akkor le is szűkíteném az utolsó kérdésemet arra, hogy, hogy a Macron EU víziója temethető-e már? Mert azzal, hogy a Rinyú visszaszorul ahhoz, hogy Macron egy előrehozott választásba kényszerül, azzal, hogy ugye már ő nem ismételhet elnökként, a második ciklusát kitölti, de lehet, hogy szégyen teljesen lesz az utolsó néhány éve, ha nem mond le, főleg a, nem, a nemzetgyűlési választások rossz eredményt hoznak, és nem mond le, akkor az egy veszőfutásba fog torkolni. És az a kérdésem tehát, hogy a Macron nagy Európa víziója, ez gyakorlatilag már lejtmenetbe került, ugye jól látom? Hát Macronnak ugye nagyon komoly elképzelései voltak, vannak Európa jövőjével kapcsolatban, egy ö, egységes, mondhatni Európai Egyesült Államok felé mutató együttműködést el, mert 2017-ben egyébként nem a, a, attól, hogy az ő pártja veszített, és ugye beszéltünk, hogy belpolitikai okai voltak elsősorban. Nem gondolom, hogy ez az eszme, hogy önmagában, tehát hogy az európai együttműködés szorosabbra fűződjön, az, az lekerülne a napi rendről. Azt mondanám, hogy árnyalódik a kép, illetve az eddig nem meghallgatott másik oldal, aki nem szeretné ezt, és inkább megmaradna a nemzetállamok közösségénél, az erős tagországoknál, azoknak a hangja a radikális jobboldali frakcióknak köszönhetően most felerősödik, és úgy gondolom, hogy egy párbeszéd fog, vagy legalábbis egy párbeszédnek kellene elindulni a két oldal között, hiszen már eddig nagyon egységes volt az az oldal, amelyik mélyíteni akarta az integrációt, most, most szembe kell azzal nézni, hogy van más meghatározó hang, tehát én nem, nem azt mondom, hogy vagy azt állítom, hogy nem tűnt el, csak lehet kihívója, ami miatt kicsit csendesebbnek fog hangzódni, mert más hangokat is fogunk hallani. És a Macron vízió, tehát az, hogy Macronnak a belpolitikai, illetve európai politikában futott pályája, az leáldozóban van, erre mi a reakciód? Nem segített neki a választási vereség azt láthatjuk, hogy azzal már, hogy lemondott például arról, hogy Mário Drági támogassa Európai Bizottsági Elnöknek, és most tegnap azt nyilatkozta, hogy Ursula von der Leyen támogatja, az egyrészt azt jelzi, hogy ő is belátta azt, hogy kevésbé befolyásos, vagy most ebben az alkú folyamatban legalábbis kevésbé befolyásos személyként tudna jelen lenni. Viszont von der Leyen elő jó kapcsolatot ápolt. Tehát én szerintem ő abban is bízik, ha von der Leyen újrázik, a, és Macronnal továbbra is jó kapcsolatot ápol, akkor meg tudja őrizni Európában a vezető pozícióját. Nyilván itt nem csak Scholz-al, de már úgy gondolom, hogy Georgia Melonival is valamilyen fajta együttműködésre, egyensúlyra kényszerül, és annak érdekében, hogy Macron tölthesse be a hár, hármasok közül a vezető szerepet, nyilvánvalóan azt szeretné, úgy gondolom, hogy a kommunikációján, például a háborúval kapcsolatos kommunikációján mindenképp mérsé mérsékelnie kell magát, tehát már változtatnia kell, mérsékeltebb irányvonalat kell képviselnie annak érdekében, hogy, hogy, hogy a hármajok közül legyen a vezető. Hát igen, nyilván, hogyha alakul egy új kormány Franciaországban, ami nyilván nem a Macronnak a reneszánsz pártja fogja vezetni, hanem akár egy Marine Le Pen, vagy akárki más. Egy, mert ugye lehet arról is hallani, hogy, hogy a oldali pártok összefognak most Franciaországban, tehát a Marine Le meg a Eric Zemmour pártja és a, és a, republikánusok, akkor nyilván nem tudom, hogy B nak kacsának lehet -e nevezni Macron, mert nyilván azért egy francia elnöki hatalom az más, mint egy, egy más országnak az államfői pozíciója, tehát azért neki van hatalma, csak nyilván együtt kell működnie majd a kormányval, és ez nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ezt hogyan fogja tudni megcsinálni, de egyébként én azt gondolom, hogy a Macron azért nem egy buta politikus, sőt kifejezetten ügyes, nagyon jól tud manőverezni, és szerintem ő meg fogja találni a módját annak, hogy tehát ő nem fog lemondani szerintem. Nem, nem, nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy lemondja, mert miért is mondaná le, hát őt megválasztották 2022-ben neki van még három év hátra, az megint más kérdés, hogy hogy tud majd manőverezni ezen belül. Köszönöm, és eszembe jutott még egy dolog a legvégére, hogy egy hónap ezelőtt, mikor itt voltál, akkor a 20 de elején kérdésre nem válaszoltam, mert nem tudtuk az eredményeket. Hogy kérdezzen meg, hogy mit valószínűsít ezt most az eredmények ismeretében, hogy át fog csúszni, tehát az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben is meg fogja kapni a támogatást, megkezdheti majd a második sziklusát, vagy vagy akadályozások lesznek. Most határozottabban állítom azt, hogy át fog menni, tehát újra hmm. lesz a bizottság. Mind a két testülete. Igen, igen. Köszönöm szépen a beszélgetést, Kottá Zoltán, Kalas köszönöm szépen, hogy itt hallhatod. Kedves szépen. Szépen. hallgatók, kedves nézők, ez volt a Világrendelheti Adás, az LP-választás eredményét elemeztük több szempontból, remélem, hogy tetszett önöknek egy alapos elemzés, volt jövő folytatjuk ugyanígy szerdán este találkozunk, viszont lehet, ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.